very rapidly, as just have a look at the wonderful skyline there, we understand that treating of wastewater will be one of the key territories in this respect. And bilateral dialogue. We believe that trade, finance, services, logistics, and tourism are a driving force for the Dubai economy, and the potential area to the Hungarian company can benefit from. Minister of Economy of the UAE, Minister Al Mansouri, for your commitment in order to enhance the bilateral economic cooperation between the two countries of ours. And I would like to appreciate this possibility to His Excellency Mr. Al Turer, President of the Chamber of Commerce and Industry of Dubai, to hold this event here and to convene the members of the Hungarian and the UAE business community. This is the first such an occasion here in Dubai. You have explained to us so many things about Hungary. And of course, to with my colleague and my friend, the Minister of Foreign Affairs, who have actually built up this relationship over the years, even before he actually got this very important position now in Hungary. And through that, we have talked about so many challenges that our relation had. And it's that water management, energy, and food industry are surely those three territories and sectors that can be the pillars of our cooperation. If you allow me, I just would like to go into some details in this respect. When it comes to energy, UAE has been building the first nuclear export permissions per territory, surely water management. In this respect, our companies have the talent, have the know-how, have the technology, and have the reference. Our companies on the field of water management are recognized globally as leading companies of this sector. We understand that you a lot, because if you don't have natural resources, we have to take advantage of our knowledge and of our brain capacities. Let's do this way. So, in the UAE and Hungary, and even to expand the aviation. Negotiations of further expansion in this respect. And as I told you, CEO Maxim is here as well. He's ready to provide you with the necessary information regarding the financial background of facilitating business-to-business
cooperation. Yeah, I mean, gender balance must work both ways, right? Yeah. Small country, but it depends on you also. Nem, lenn leszek a Abu Dhabiba. Hogyne, természetesen, természetesen. Azt mi szerveztük. Kérem, hogy pár szóban szólnál, hogy milyen tevékenységet végeznek, hogy mikor nyitott meg ez a kereskedelmi központ? A Magyar Nemzeti Kereskedőháznak a képviselete június-július hónapban nyílt az arab emírségekben. Gyakorlatilag ebből az irodából látjuk el az egész öböl térségnek a képviseletét. Igazából elsődleges feladatunk az volt, hogy megteremtsünk egy olyan irodát, ahol egy komoly fizikai jelenlét mutatkozik a magyar gazdasági szereplők részéről. Úgyhogy fő feladatként ezt erre tekintettük, és folyamatosan érkeznek hozzánk az arab vendégek, az öböl térségi vendégek, és érdeklődnek magyar cégek, termékek, magyar együttműködéssel kapcsolatban. Ha jól látom, akkor ez egy jó kapcsolási pontot képeznek itt Dubajban, ugye akár az egész régiót tekintve, akár a... Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Dubajnak a rendkívül pozitív üzleti infrastruktúrája miatt rendkívül pozitív megítélése miatt úgy gondolom, hogy egy ilyen kulcs szerepe van ebben. Nekem meggyőződésem mindenképp, hogy az Egyesült Arab Emirátusokból, Dubaiból kell ellátni a magyar képviseletet az egész térségben. Én is azt gondolom, hogy már szép számban részt jelenlévők szép számban itt vannak, és képviseltük magukat a régióból. Igen. Magyarországnak egy nagyon komoly, az emirátusoknak egy nagyon komoly trend csináló szerepe van. De gyakorlatilag a környező kisebb államok, mint Katar, Bahrein, Kuwait, sőt azt lehet mondani, hogy a nagyobbak is, mint Szaúd-Arábia vagy Omán, mindenképpen előre tekintenek mindig arra, hogy mi történik az Egyesült Arab Emirátusokban, mi történik Kuwaitban, és azt próbálják követni. Jó, rendben, köszönöm. Köszönjük szépen. Forró. Nagyon fontosak az ilyen események, mint a mai Dubai Kamara és a Budapesti Iparkamara, valamint a Magyar Iparkamara által szervezett esemény. Nagyon fontosak azért, hogy megismertessük a magyar üzletembereket itt Dubajban az emirátusok üzletembereivel, és megismerkessük Dubajt a magyar üzletemberekkel, hisz itt azért el lehet adni. Ez azért a világ koncentrált kínálatával rendelkező ország. Itt 6 millió potens vásárló van, és érdemes a magyar áruknak a megmérettetését elindítani, elkezdeni itt az emirátusokban. A mai eseményen felszólalt Al-Mansouri, az emirátusok kereskedelmi minisztere, felszólalt Szijjártó Péter, a magyar külgazdasági és külügyi... A mai eseményen felszólalt Al-Mansouri, az emirátusi gazdasági miniszter, és felszólalt Szijjártó Péter, a külügyi és külkereskedelmi minisztérium minisztere, aki elmondta, hogy Magyarországnak Dubaj az öbölmenti országokban első számú kereskedelmi partnere, miközben Al-Mansouri miniszter megemlítette, hogy
Dubajnak Magyarország csak az 59. legfontosabb kereskedelmi partnere, tehát van még mit csinálni. Szijjártó Péter azt is bejelentette, hogy 405 millió dolláros Exim Banki keretet nyitottak arra, hogy itt árukat és szolgáltatókat. A mai eseményen, amelyet a dubai kamara, a Dubai Chamber 13. emeletén egy impozáns épületben szerveztek, hogy felhívják Magyarországra a figyelmét az EU vagy az arab üzletembereknek, és azért, hogy fölhívják a magyar üzletemberek figyelmét, hogy az emirátusi országokban, ahol 6 millió potens vásárló van, még van mit keresni, és a magyar áruk, a magyar szolgáltatások még alul reprezentáltak. Ezen az eseményen felszólalt Al-Mansouri, az emirátusok kereskedelmi minisztere, aki elmondta, hogy bár Magyarországnak Dubaj a nem lesz jó. Már most a mai eseményen, amelynek díszvendége Magyarország volt, amit a Dubai Chamber, a Dubai Kamara impozáns épületében tartottak Dubajban, felszólalt Szijjártó Péter miniszter és felszólalt Al-Mansouri, az emirátusok kereskedelmi minisztere is. Ezekben a felszólalásokban elhangzott, hogy Magyarországnak Dubaj az első számú kereskedelmi partnere az öbölmenti országokban, miközben Dubajnak Magyarország csak az 59. legfontosabb kereskedelmi partnere, tehát a magyar üzletembereknek van még mit keresni, van még mit elhozni és van még megmutatni az öbölmenti országok üzletembereinek, bár itt Dubajban azért a kereslet nagy, de a kínálat is óriási, hisz a világ összes országából megpróbálnak itt eladni, hisz mindenkinek az a sztereotíp kép él a fejében, hogy itt rengeteg pénz van, és nagyon nagy a vásárlóerő. Ezzel együtt Szijjártó Péter ezt mondta, hogy mehet, forog. Nagyon fontosak az ilyen találkozók, hisz Dubajt, az emirátusok egyik kereskedelmi és turisztikai központját meg kell ismertetni a magyar üzletemberekkel, és meg kell ismertetni Dubajjal Magyarországot, hisz Dubajban a világ összes árukínálata megtalálható, nagyon nehéz kitűnni belőle. Egy ilyen esemény, mint most a Dubai Kamara által szervezett üzletember találkozó, ahol részt vett Al-Mansouri gazdasági miniszter, az emirátusok gazdasági minisztere, valamint Al Ghurair a Dubai Kamara elnöke, és nem utolsó sorban Szijjártó Péter, aki elmondta, hogy Magyarországnak Dubaj az legelső számú kereskedelmi partnere az öbölországokban, miközben Dubajnak Magyarország csak az 59. Itt tehát van még mit tenni. Nagyon fontosak ezek az események, és nagyon fontos az is, hogy itt, ahol állunk, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központban várjuk az üzletembereket, és ez volt az az esemény, amelyet maga a miniszter is megemlített, hogy a 2013 márciusi magyar ház nyitása egy mérföldköve volt a magyar és a dubai, a magyar és az emirátusi gazdasági kapcsolat, és nem utolsóban a kulturális kapcsolat megerősödésének. Mehet, forog. Nagyon fontosak az ilyen találkozók, hisz Dubajt, az emirátusok egyik kereskedelmi és turisztikai központját meg kell ismertetni a magyar üzletemberekkel, és meg kell ismertetni Dubajjal Magyarországot, hisz Dubajban a világ összes árukínálata megtalálható, nagyon nehéz kitűnni belőle. Egy ilyen esemény, mint most a Dubai Kamara által szervezett üzletember találkozó, ahol részt vett Al-Mansouri gazdasági miniszter, az emirátusok gazdasági minisztere, valamint Al Ghurair a Dubai Kamara elnöke, és nem utolsó sorban Szijjártó Péter, aki elmondta, hogy Magyarországnak Dubaj az legelső számú kereskedelmi partnere az öbölországokban, miközben Dubajnak Magyarország csak az 59. Itt tehát van még mit tenni. Nagyon fontosak ezek az események, és nagyon fontos az is, hogy itt, ahol állunk, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központban várjuk az üzletembereket, és ez volt az az esemény, amelyet maga a miniszter is megemlített, hogy a 2013 márciusi magyar ház nyitása egy mérföldköve volt a magyar és a dubai, a magyar és az emirátusi gazdasági kapcsolat, és nem utolsóban a kulturális kapcsolat megerősödésének.